Budapest egy csodás adottságokkal rendelkező város. Mindenféle élet, élőhely megtalálható ebben a városban. Itt vagyunk a Pünkösdfürdői Parkban, ez most az új kedvenc helyem a városban. Ez egy biodiverse terület, ezt szoktuk mondani, de ez mit jelent? Az volt a célunk, hogy sokféle, sok rétegű, több szintű növénytársulásokat hozzunk létre, hogy a gyepszintől a cseréken át a lombkoronáig megjelennek a különböző szintek, sokfajta fajjal, amik aztán majd vonzák ide mind a madárvilágot, mind a rovarvilágot. Célunk az, hogy azon kívül, hogy felújítunk egy parkot, növeljük a zöld felületeket, tanítsuk is a használókat, hogy milyen gyümölcsfajokkal találkozhatunk mondjuk egy hagyományos falusi kertben, vagy hogy ezekben az extenzív virágkiültetésekben milyen növényeket találnak. A Sziget Fesztivál az szerintem Budapesten, meg hát szerintem a régióban is egy egyedülálló zenei fesztivál. Az elmúlt két évben a Covid miatt ez a Sziget Fesztivál elmaradt. És egy érdekes dolgot figyeltünk meg, hogy egészen más érdekesen reagált erre az élővilág. Fölbukantak olyan növények, olyan fajok, olyan élővilág, amiről nem is biztos, hogy tudtuk, hogy még itt van ezen a szigeten. Az Óbudai szigeten állunk egy kerítés mentén, amely két világot választ el. Itt este 100 000 ember fog bulizni, másrésztről viszont a Dunához közel álló oldalon körbe-körbe az Óbudai sziget mentén ártéri erdők vannak, az előterében pedig vadvirágos réteg, csodálatos biodiverzitással. És erre az időszakra nem lehet másképp megvédeni ezt a területet, mint hogy kordont húzunk fel. Azonban mi ennél sokkal többet is akarunk, el akarjuk magyarázni, hogy miért van erre szükség, és ezért kiválasztottunk 5 olyan fajt, amik jellemzik ezt a területet. Mi azt szeretnénk, ugye ez a biodiverzitás, amiről beszélünk, ez a városi élet sokfélessége, ugye mi szeretnénk megőrizni a városon belül is. Hát a klímaváltozás Budapesten is valóság, mindannyiunk valóságának a része, akiben volt egy csepp kétely, szerintem ezután, a nyár után ez eloszlott, hiszen ahogy Európa sok más városában, itt is nagyon-nagyon meleg nyár volt. Nem könnyű egyik napról a másikra változtatni azon, hogy autóba ülünk minden nap, és helyette közösségi közlekedést használjunk, vagy kerékpárt használjunk, vagy gyalogosan használjuk a várost. A mi dolgunk az, hogy vonzóvá tegyük ezeket az alternatívákat. A régiók bizottsága, úgy ez a városok, polgármesterek hangja, mindig ezt szoktuk mondani magunkról. És itt nagyon sok polgármester és képviselő ül bent ebben a bizottságban, akik ugyanabban a cipőben járnak, mint én. Tehát amikor Budapest szembenéz egy problémával, akkor nem egyedül kell keresni a megoldást. Ezek a jó gyakorlatok, jó példák és inspiráció az, ami a legfontosabb.